szerelem ára készült Rosamunde Pilcher regénye alapján. Magyar hangok: Zakariás Éva, Pap János, Cvetkó Sándor, Hámori Ildikó, Versényi László, Csere Ágnes, Kassai Ilona, Hamvas Dániel, Balázs Ivona. Magyar szöveg: Messina Maria, hangmérnök: Takács György, rendezőasszisztens: Buja Szilvia, vágó: Makai István, gyártásvezető: Derzsi Kovács Éva, szinkronrendező: Lengyel László. A szinkront a Masterfilm Kft. Készített. A forgatókönyvet írta Gabriele Kister. Kaptam még egy címet, Williamstok. Zenéjét szerezte Richard Blackford. Igen, a londoni egyetemi klinikán megtudtam, hogy az eddig felkutatott megfelelnek nem alkalmasak magamnak. De folytatom a keresést, nem adom fel. Semmi esetre sem. Miért maga feladná, ha a fia leukémiás lenne? Fényképezte Michael Faust. Rendezte Rolf von Sydow. Jó napot! Jó napot! Bocsásson meg, itt lakik John McFarlane? Itt lakott, de már vagy 20 éve meghalt. Mit akarna tőle? Amerikából jöttem, a rokorom volt. Vannak hozzátartozói? Nagyon sokat segít. Jó napot! Szeretnék pár tojást meg. Tojás csak rendelésre van. Ó, sajnálom, nem? Én itt mindig mondta, hogy jöjjek ide. Csak ezért merészeltem. Elnézést. Jó napot. Ismerős itt a faluban? Sajnálom, de csak nemrég költöztem ide. Kár. Viszontlátásra. A jövő héten már tudok adni párat. Mi a neve? Allison. Allison McFarlane. Egyébként ez az amerikai úr az imént épp McFarlane-eket keresett. Talán épp magára gondol. Azt nem hinném. Nincs senki rokonunk Amerikában. Jó reggelt, Mr. Morgan. Sietek a reklámügynökségre az új prospektusok miatt. Késésben? Igen, de... Semmi de. Jó reggelt. A mi munkatársaink sohasem késhetnek. A pontosság a királyok udvariasság. Igen, uram. Ja, igen, Henry. A feleségem nevében is köszönöm a vacsora meghívást. Meghívtam
Morganékat vacsorára. Ó, már ennyire berendezkedtek? Még csak 2 hete vannak itt. És mondja, mi van Susannál? Már nem is tudom, mikor láttam utoljára. Amióta marketing osztályon dolgozik, kizárólag a karrierje érdekli. Én is alig látom. Ezek szerint arra sem ér rá, hogy elmenjen fodrászhoz. Tudja, hogy milyenek a fiatalok. Susan szerint most sztárfodrászhoz illik járnia a városba. Jól van, kisbogaram, nincs semmi. Látom. Mindjárt készen vagyunk. Igen, már is megyünk. Kész is! Csodálatos, köszönöm. Nincs mit. Ellison, ne vigyem magammal a kicsit. Amúgy sincs más dolgom. Ó, ez nagyon kedves magától. Ugye? Annyi dolgom lenne, és még szinte semmit sem intéztem. Jó, akkor gyere velem, te kis gyönyörűség. Gyere! Ivona, jövő héten fizetek. Jó, rendben. Viszontlátásra. Viszontlátásra. Na? Lássuk csak. Jó. Igen. Nem lett ez túl erős? Tudja, én egész laza hullámokat szerettem volna. Várjon, amíg beigazítom magának. Már évek óta daljerolok. És a maga haját erősebben kell. Egyébként 2 hétig sem tartana. Na igen. Talán meg fogom szokni a göndörfejet. Sokat, kis bogaram. Mert még megfájdul a pocakod. Igen. Szia, igen, anya. Igen. Szia, Szúzi. Ide nézd, mit hoztam neked, ugye szép? Ó, beszép, köszönöm. Nincs mit. Megfognád ezt, kérlek? Mi van, megint elvállaltad a kölykét? Mondd csak, mi bajod van vele? Hogy csak kihasznál. Á, ugyan. Boldog vagyok, ha segíthetek Ellisonnak. Igazán kedves fiatalasszony. Mm. És persze nem hülye. Csak azért ment hozzá Henryhez, mert tudta, hogy Morganék állnak. Te is megkaphattad volna annak idején. De neked nem volt elég jó a szegény árva gyerek. Nem sejthettem, hogy az öreg ennyire belebolondul és kifizeti a tanítatását. És hogy Henry főnökként tér ide-vissza. Igen. És most már túl késő. Miért? Bármi megtörténhet még. Te meg hogy nézel ki? A fene vigye, tudom, hogy borzalmasan festek. Na. Hát, ha holnap este is így nézel. Nagyon köszönöm. Fodrászhoz minden esetre nem megyek el többé. Mindent megvettél? Nem, természetesen. Holnap feltétlenül kéne a kulcsot. De kell mennem a bevásárlóba. Egyszerűen nem fogok semmit. Muszáj mindent az utolsó pillanatra hagyni. Sose aggódj, minden velünk létek. Kíváncsi vagyok, hogyan sikerült berendezkedni. Azért még van. És hol van Jenny? Te beszélted meg Ellisonnal az időpontot? Hétre szól a meghívás, ugye? Igen. Vagy talán 7:30. Ó, Istenem. Mikor tanulsz meg végre határidőnaplót vezetni, szívem? Nem, felírtam magamnak. Egész biztos vagyok benne. 7-ben állapodtunk. Ez Évin, ez Jennyvel. Kinyitnád az ajtót?
túl korán jöttünk. Nos, szóval... Hát így van, ha a nők egyeztetik az időpontot. Nincs semmi gond. Kicsit előbb értem haza, épp le akartam zuhanyozni. Az ügynökségnél kicsit tovább tartott a dolog. Kínos. Innának addig valamit. Köszönjük. Csak villám gyorsan felöltözöm. Elisannak még dolga van. Azonnal fejezd be! Itt vannak! Kik? Na vajon kik? Összekeverted a dátumot. Ez kizártan. Mindkét ég. Nem küldhetem el őket. Találj ki valamit. Jól van, hagyjál már. Bam! Ez nem vicc. Harry, hol a humorérzéke? Hiszen tudtad, hogy milyen fontos nekem ez a vacsora. Most tényleg fölbelüljem magam, vagy mi az ez? Csinálj valamit, öltöz fel végre. Az ebédlő rendben? Csak nyugalom, mindjárt megoldok mindent. Menj le és beszélgess velük. És semmi esetre se vidd be őket az ebédlőbe. Tessék. Ezért elmegy. Carpaccio, spaghetti aioli, és friss gyümölcs. És Ivi. Így mi. És Alisonnak sikerült beilleszkednie? Na igen. Azért még vannak nehézségei a vidéki élettel. Nem olyan egyszerű, ha valaki a városból jött. Ahol minden a rendelkezésére van. És azért aztán... A vacsorával sincs még teljesen készen. Ugyan már ráérünk. És mi finomat főz? Nos, őszintén szólva fogalmam sincs. Valami meglepetést csinál. Értem. Hát akkor Isten is teljesenek. És ha feltállalsz az ebédet, felteszem a vizet a spagettinak. Remek. Csak gyorsan megcsinálom a mártást. Elhozta a terítőket? Igen, természetesen. Két nagyot és négy szalvétás. Nagyon köszönöm. Biztos benne, hogy Jenny alszik? Hát persze. Mint a bunda. Akkor megterítem az asztalt. Ivi! Tessék a postája. Nagyon köszönöm. Kérem, mindketten nagyon büszkék vagyunk magára. Remélem, hogy minden szempontból megfelelek majd az elvárásaiknak. Ah. Jó estét. Hello, Alison. Nagyon örvendek. Kedves Alison, részünkről a megtiszteltetés. Ó, köszönöm. Nagyon kedves, köszönöm szépen. Nos, talán fáradjunk át az ebédlőbe. Tessék! Köszönjük! Remélem, örülnek majd egy olasz estén. Ó, nagyon! A nászutunkat Olaszországban töltöttük. Gyönyörű emlékei vannak. Ez káprázatos! Igazán gyönyörű! Az asztaldíszeket kínálom desszertnek. Nagyon eredeti! Honnan veszi ezeket az ötleteket? Feltétlenül el kell árulnia. Ó, ez csupán csak improvizáció. Szép. Nagyon szép. Fiam, hogy vagy? Köszönöm a gazettát, szuper ötlet volt. A mai napom is szuper volt. Hozzuk léptek fel itt a kórházban, és halálra nevettük magunkat. Megint jobban vagyok. Már nem kell szednem azt a borzalmas gyógyszert, és azóta ismét szeretek lenni. De Williams doktor azt mondta, hogy még nem mehetek ki. Nem hívnád fel, kérlek? Hát, ha akkor hazaérek.
Szeretnék már otthon lenni veled a Chicago-i házunkban. Ó, hajtanak esetleg még egy konyakot? Nem, nem, köszönjük. Én is hoztam magammal valami nagyon finomat. Henry, ide adnád a poharakat, kérlek? Ugyan, nem kellett volna. De. Úgy értem, különleges alkalmakhoz egészen különleges ital való. Köszönöm, ígyni. Kedves Ellison. Köszönöm. Kedves Henry. Szeretném megköszönni nektek ezt a csodálatos estét. Gondolom, mondanom sem kell, hogy ez azért egy kis vizsga is volt, hogy Henry megfelele majd annak a pozíciónak, amelyet szánok neki. A feleség teljes támogatása nélkül egy férfi sem lehet jó menedzser, és a cégét sem tudja tisztességesen megfelelően képviselni. És én azt hiszem, hogy maga, kedves Ellison, pontosan az a feleség, aki el tudja kísérni Henryt ezen az úton. Igen. És ezért már most gratulálhatok, kedves fiam. Ettől a perctől fogva te vagy cégünk nemzetközi marketing osztályának az igazgatója. Oh, uram, nem is tudom, hogyan köszönjem meg. Jó teljesítménnyel, egészség. Egészségedre. Köszönöm. Gratulálok. Sikerült elérnem. Tudod, mit jelent ez utakat Japánba, Dél-Amerikába? Mindig szerettem volna eljutni oda. Szia! És én talán dolgozhatnék nektek külsősként a reklámosztályon. Csak a gyerek, a ház, meg a kert, ez biztos nem elégít ki, ha állandóan távol leszel. Úgy látom, nem vagy tisztában azzal, milyen fontos nekem, hogy teljes erőbedobással mellettem állj. Jó, igen, persze, de... De azért mégis szeretnék valami mást is csinálni. Jó, de akkor nem lesz semmi a karrieremből. Hallottad, mit mondott az öreg Jack? Köszönd meg a teljesítményeddel. De én mégsem így képzeltem el. Te akartál vidékre jönni. Te beszéltél rá, hogy fogadjam el az ajánlatot. Igen, mert azt gondoltam, hogy itt egymásnak élhetünk. És együtt felnevelhetjük a gyereket. De hisz, ezt csináljuk. Nagyon köszönöm. Én igazán nem is tudom, hogyan hálálhatnék meg minden. Maga nélkül tragédiába torkolott volna az este. Ugyan szívesen segítek, bármikor áthozhatja hozzám Jennyt, amúgy sincs túl sok dolgom. Hello, Ellison! Mrs. Morgan. Daisy! Kérem, szólítson csak Daisynek. Jaj, Ellison, nem is tudom, hogyan kérjek bocsánatot, hiszen tegnap szörnyű helyzetbe hoztam magát. Tessék, ez pedig a kicsié, amiért a szemese rebbent tegnap este. De igazán nincs semmi szükség. Ó, de igazán nagyon sokkal tartozom magának. Ugyanis ma reggel még egyszer megnéztem, és mára voltunk hivatalosak vacsorára. Hát én nem is tudom. Csodálom, ahogy maga és Harry megoldották a helyzetet. Örülök, hogy elmondta. Már kezdtem kételkedni az eszemben. Ám mit képzel, én hányszor érzek ugyanígy. Jack leszokott hordani a sárga földig, mert mindig összekeverem a dátumokat, pedig mindig mindent felírok. Oh. Megtenne nekem egy nagyon nagy szívességet. Igen, persze. Nem maradhatna a dolog kettőnk között, kérem, nem mondja el soha senkinek. A Jack meg tudja, órákig hallgathatnám a szemrehányását. Ez természetes. Meghívhatom egy csésze teára. Köszönöm. Még a kislányát sem csodáltam meg igazán. Felvehetném egy kicsit. Persze. Gyere ide hozzá. Istenem, de aranyos. Ott van a mama. Jackkel együtt szeretnék magukat meghívni. Jövő vasárnap a golfon. Egészen kiváló. Próbáld meg még egyszer. Nagyon büszke lehet a kedves férjére. Még egy kis teát? Köszönöm. Azt hiszem, még nagyon sokra fogja vinni. De most egész emberként kell mellette állnia.
Jack nagyon igényes, rendkívül sokat vár el a munkatársaitól. Azt hiszem, lassan hozzá kell szoknia a gondolathoz, hogy Harryt most már csak nagyon ritkán fogja látni. Én is ettől tartok. De szerencsére itt van magának a kislány. Én egy egész sereg gyerekre vágytam. Nem, sajnos nem sikerült. Nos, Mark, hogy halad a fiatal ember? Kitűnően. Mr. McFarlane szemmel láthatóan igazi őstehetség. Igen, igen, ez nem is csoda. Elvégre már gyerekkorában nekem szedegette a labdát. Igen. Há, nem jó játni. Hmm. Gyere, Henry, menjünk oda a hölgyekhez, és ígyunk meg valamit. Rendben. Köszönöm. Örültem a szerencsének. Viszlát a jövő héten. Igen. A japán út után kapok egy szolgálati kocsit. Akkor viheted el a miénket, amikor akar. Remek. Mi bajod van? Nem tetszik ez az egész. Tudod, mit jelent az, ha Morganék kiválasztanak valakit? Ezzel minden gondunk megszűnt. Igen, amíg azt csinálod, amit ők akarnak. Rosszabbat is el tudok képzelni, mint golfozni és fogadásokra járni. Észre sem veszed, hogy mennyire kisajátítanak. Na és nagyon kedves emberek, gondolj arra, sok ajándékra Jennynek. Jennynek nem ajándékra van szüksége, hanem a szüleire. Most meg mi ütött belét? Nem akarok semmiféle szerepet eljátszani, saját magam akarok maradni. Én nem értelek. Minden más nő irigyel. Lehet. Nagyon tetszett, ahogy kiharcoltad az új reklámprospektust. Igen, de már megvan hozzá a hatásköröm is. Susan, igazán jó munkát végeztél. Köszönöm. Annak idején az iskolában nem gondoltuk volna, hogy együtt fogunk dolgozni, mi? Így. Jó, akkor azt hiszem, menjünk ebédelni. Nem, rendeltem valamit a Rózsakert Hotelből. Gondoltam, addig legalább megbeszélhetnénk a prospektusok szövegét. Délben nem zavarít minket senki. Én nem is tudom. Nem lesz ez egy kicsit korai? Még meg sem ünnepeltük a kinevezésedet. Egyébként régen sokat adtál volna azért, hogy megihass velem valamit. Az már rég volt. Igen. Hát ez elképesztő. Már 40 éve golfozom. És úgy ütök, mint egy kezdő. Igen, tudja, túl közel áll a labdához. Azon kívül az ütőjét kicsit magasabbra kéne emelni. Ezt én magam is elnézést. Tudom. Nem lehet igaz. Valami baj van, uram? Nem is tudom. Kissé rosszul érzem magam. Befejezzük a játékot? Igen. Azt hiszem, okosabb lenne. Akkor jöjjön. Bírja? Igen.
keresem, hogy megy? Még egy kicsit gyengécskén. Örülök, hogy csak egy kis keringési zavar volt, nem pedig infarktus. Jó, jó, de ez azért komoly figyelmeztetés. Be kell vallanom, hogy egy pillanatig szabályos halálfélelmem volt. Tudod, olyan, mint amiről mesélni szoktak. Az egész életem lepergett előttem egy másodperc alatt. Edkész doktor szerint megérheted akár a 100 évet is, de feltétlenül többet kéne pihenned. Inkább vissza kellene vonulnom, bár csak megtehetném. De egyszerűen nem visz rá a lélek, hogy eladjam a vállalatot. Ha Harry a fiunk lenne, tökéletes utódod lehetne. Igen, de sajnos nem a fiunk, kedvesem. És végül is nemzedékek életművéről és tulajdonáról van szó. Adoptálnunk kellett volna, amikor még kicsi volt. Kedvesem, elfelejtett, hogy akkoriban még saját gyerekeket szerettünk volna. És miért nem tesszük meg most? Micsoda? Úgy érted, hogy adoptáljuk Henryt? Ez képtelenség. Már miért lenne az? Akkor végre lenne igazi családunk, unokákkal. Hiszen mindig erre vágytam. Tulajdonképpen miért is nem? Majd beszélek az ügyvédekkel. Christopher McFarlane. Beszélhetnék Williams doktorral? Sajnálom, a doktor úr éppen vizitem van. Tud várni egy pillanatra? Itt jön. Williams doktor, telefon. Mr. McFarlane keresi. Igen, Williams. Igen, attól tartok, csalódást kell okoznom. Még egyszer végigfutottunk a számítógépen, ellenőrizve az összes lehetséges donort, és az eredmény sajnos negatív. És hogy van Oliver? Az állapota jelenleg stabil, de tudja, hogy ez milyen gyorsan megváltozhat. Állítólag él itt még egy távoli rokonom, de nem hinném, hogy ő megfelelne. Nincs már sok időnk. Értem, doktor. Nagyon köszönjük, Daisy. Az ebéd igazán fantasztikus volt. Köszönöm. Na, gyerekek! Gyerekek, szeretném... Szeretném, ha mostantól tegeződnék. A kávét oda átfogyasztjuk. Tudni illik, szeretnénk megbeszélni veletek. Értem. Köszönöm, Rose. Köszönöm. Kérem. Nos, igen. Mint tudjátok, nekünk nincs gyerek. És a te sorsodat különösen a szívünkön viseljük, Harry. Ezért én önöknek őszintén... Nektek! Nektek! Tessék! Igen, szóval őszintén hálás vagyok nektek, amit értem tettetek. Nagyon-nagyon megszerettünk titeket. Főleg téged, Allison. És legfőképpen Jennyt. Igen. Igen, és ezért, kedves Henry, szeretnénk ma neked egyfajta, hogy is mondjam csak, szóval egyfajta ajánlatot tenni. Szeretnénk téged örökbe fogadni. Nos, most nem kell mondanatok semmit. Nyugodtan gondoljátok végig az egészet. Csodálatos lenne, ha egy családhoz tartoznánk. Méghozzá minden joggal. És kötelességgel. A vállalatunk nemzedékek óta apáról fiúra szállt mindig, és úgy érzem, valójában szégyen lenne, ha éppen nekem kellene ezt a hagyományt megszakítani. Tessék a jegyet. Köszönöm. És az miféle jegy? Az enyém. A jövő hétre szabadságot vettem ki. Gondoltam, meglátogatlak Japánban. Susan, lehetetlen. Már miért volna az? A kutya sem veszi észre. Nem arról van szó. Nem folytathatjuk a viszonyunkat.
És mitől ez a hirtelen pálfordulás? Nős férfi vagyok. És nem fogok elválni Ellisontól. De hiszen nem is kell. Na jó, legalábbis most még nem. Susan, kérlek, fejezd be. Na, jó, hogy még itt vagy. Tessék, Yamamoto dossziéja. Talán tudsz vele kezdeni valamit. Igen. Még találkozunk, mielőtt elutaznál. Holnap, a kerti partin. Igen. Viszlát. Köszönöm, Jack. Aha. Jacknek szólítod? Már olyan régóta ismerjük egymást, felajánlotta, hogy tegezzem. Hát innen fúj a szél. Nem szeretnél lebukni előtte, mi? Add vissza a jegyet. Tulajdonképpen kár. Ma este válaszolnunk kell Jacknek és Daisynek. Azt hiszem, elég világosan fejeztem ki magam. Kérlek, Ellison, gondold át még egyszer. Megmondom Jacknek, hogy majd a japán út után döntünk. Most is nyugodtan nemet mondhatsz neki. Nem fogom megváltoztatni a véleményemet. Nem értem, mi kifogásod van ellene. Elvégre a gyerekünk jövőjét is érinti. Pontosan. Szőröstül, bőröstül fel akarnak falni minket. Különösen Jennyt. És én ebben nem megyek bele. Ez az én döntésem. Elvégre engem akarnak adoptálni, és nem téged. Mondd, szeretsz te még engem? Ugyanezt én is megkérdezhetném. Megbocsátanál egy pillanatra? Fel kell frissítenem magam. Elvégre nem vagyok már olyan fiatal. Hát tudja, Mrs. McFarlane, én mondom, nagyszerűen csinált ezt az egészet. A dekoráció egyenesen fantasztikus. Köszönöm. Daisy szerint biztosan szívesen részt venne a jótékonysági bazár szervezésében is. És én pedig szerettem volna megkérdezni, tudja, egyesületi pénztáros keresünk a honismereti körünkbe, és magának igazán nincsen semmi dolga. Higgy el, pontosan ilyenre csinálta volna szükséges. Megengedik a kedves hölgyek, hogy én elraboljam Ellisont? Tessék! Thank you.
eddig ilyen feltűnően szerepelni. Majd még megeszik otthon. Tessék. Köszönöm. Indulhatnánk végre? Jó napot! Jó napot! Mennyi időre kíván itt maradni? Még nem tudom pontosan. A szokásos szobáját kér? Igen, ha lehet. És ma estére egy asztalt az étteremben? Nem, köszönöm. Nagyon fáradt vagyok, úgyhogy korán lefekszem. Szia, édesem. Mennek rá. Igen, tessék? Ó, maga az. Elnézést, csengettem, de senki nem nyitott ajtót. Egy bizonyos Mr. Henry McFarland keresek. Igen, a férjem. De elutazott, miért keresi? Ez egy bonyolult történet. A nevem Christopher McFarland. Chicagóból jöttem. Azt hiszem, hogy a férje meg én ugyanabból a családból származom. Ah, értem. Tehát az őseit kutatja. Igen, bizonyos értelemben. Megkínálhatom egy csésze teával? Igen, köszönöm. Egy pillanat. Gyere, ugyanom. Hoppá. Ő a mi kislányunk, Jenny. Szia, Jenny. Pont úgy néz ki, mint a kisfiam, amikor elindulós volt. A fiam, Oliver. Pontosabban ilyen volt, mielőtt leukémiás lett. Képtelen vagyok feladni a reményt, hogy találok itt valakit a családból, aki segítene Oliveren. És egy csontvelő átültetéssel megmenteni az életét. Eddig nem jártam sikerrel. Ki kell használnom ezt az utolsó lehetőséget, hogy segítsek rajta. Nem bírom tétlenül nézni, hogy meghal. El tudom képzelni, hogy mind megy keresztül. De a felesége ugye ott van a fiú mellett? Igen, igen, ott van mellette. De már rég elváltunk, Oliver tulajdonképpen velem él. Azonnal felhívom Harryt napában. Talán korábban haza tud jönni. Addig pedig kihasználjuk az időt, hát ha találunk még rokonokat. Átmehetnénk mondjuk a plébániára. Talán lesz valami az egyházi anyakönyvben. Nagyon köszönöm. Viszontlátás. Nem is tudtam, hogy a nagyapámnak volt még egy öccse. Talán tudja valaki, hogy mi lett vele. Henry szülei. Közlekedési balesetben vesztették el az életüket. Henry csak 8 éves volt. Aztán árvaházba került. Többet is tud róluk? Nem. Henry nem szívesen beszél erről. Talán Morganék tudnak valamit. A családjuk nemzedéke. Szinte mindenki a Szesz főzdéjükben dolgozik. És Henry apja pedig náluk volt pincemester. Igen. Megkérdezni őket? Hogyne, szívesen. Utána majd felhívom magát. Nos, igazság szerint tegeződhetnénk. Na igen, el
elvégre, szegről végről azért mi is rokonok vagyunk. Miért is ne? Nem, köszönöm. Talán nem ízlik önnek a mi Glen Morgan, mi? Hát igen, maguk amerikai barbárok jéggel isszák a viszkit. Oh. Ellenkezőleg én tisztán jobban szeretem, de félek, hogy megállt. Na és mondja csak, George, maga még ismerte Edward McFarlane-t, ugye? Arra kíváncsi, hogy mi lett vele? Igen. Edward nehéz eset volt, az élőfába is belekötött. Aztán elcsábította a Henry nagyapjának a mennyasszonyát, és elköltözött innen Várehembe. Soha többé nem hallottak róla. Mit mondott, hová? Várehembe. A legokosabb, ha most rögtön oda megy. Igen, valóban. Figyelj csak, Alison, hajlandó lennél esetleg elkísérni Christophert? Nagyon megköszönném. Sajnos nem tud korábban hazajönni. Nem hiányzik a nagyváros? Nem, valójában nem. Csak jó lenne, ha valami mást is csinálhatnék. Hiányzik a nagyváros. Állj meg! Mivel foglalkoztál? Reklámszövegekkel. Arra fel! Újabb közös vonás bennünk. Reklámügynökségem van Chicagóban. Azonnal felkínálnék neked egy állást. Ismer itt valaki egy bizonyos Edward McFarlane? Igen, én. Jó napot. Jó napot. De már vagy 20 éve halott. De maga ismerte? Igen. Volt családja? Egy fia, de az is eltűnt. Azt hiszem tengerész volt, vagy ilyesmi. Nem tudja, hogy hívják? John. Jack. George. Köszönjük. Köszönjük. Mindkettőt. Sosem voltam ilyen csodálatos kirándulásban. Őszintén szólva. Én sem. És még valami. Hosszú idő után ma először fordult elő, hogy egy kicsit boldognak éreztem magam. Köszönöm. De ma alig állok a lábamon.
Egyébként Christopher még ma benéz hozzánk. És holnap délutánra bejelentette meg Atkins doktorhoz vérvételt. Még egyáltalán nem mondtam, hogy beleegyezem. Most meg mi bajod? Ennyit csak megtehetsz. Igen, csak nincs semmi értelme. Jacket és Daisyt nagyon megindított a Christopher története. Biztos rendkívül csalódnának benned, ha nem segítesz neki. Most egyszerre érdekel, hogy Jack és Daisy mit akar. Köszönöm, hogy rendelkezésre állsz a vizsgálathoz. Ez magától értetődik. Mindenki megtenni. Alison már nagyon sokat segített. Remélem, hogy egy szép napon majd viszonozni tudom. Tulajdonképpen mi ennek a vizsgálatnak a lényege? Az orvos vért vesz tőled, aztán elküldi Southamptonba az egyetemi klinikára. Nekik minden adatuk megvan Oliverről, és kapcsolatban állnak a chicagói Truman kórházzal. És mi van abban az esetben, ha az eredmény megfelelő? Akkor be kellene feküdnöd csontfelővételre. A legjobb lenne Chicagóban. Rád nézve a dolog teljesen veszélytelen. De elég kicsi a valószínűsége, hogy az értékek összeillenek, nem igaz? Igaz. De rokonoknál azért valamivel nagyobb az esély, mint idegeneknél. Egyébként van még egy távoli rokon. Bánzol. Igen? Igen, egy nyomozóiroda éppen a címét kutatja. Nincs kedved eljönni velem? Nem, sajnálom, egyáltalán nem érek rá. Holnap után már Nizzába utazom, de majd elviszom. Nem itt lakik véletlenül Mr. Jack McFarlane? Maguk még nem is tudják. Mit? Szegény épp a múlt héten adta vissza lelkét a teremtőnek, Isten nyugosztalja. Ez nem igaz. Egyszerűen nem hiszem el. Miért, talán rokona volt? Igen, távoli. De nem ismertük egymást. Van családja? Nincs, nincs senki, teljesen egyedül élt. De ez a szálloda az övé volt, nem? Igen, valóban, de most sajnos el kell adni. Azt hiszem, minden hiába bármit is csinál. Henry vizsgálati eredménye még hátra van. Nem, egyszerűen hamis illúziókat kergettem. Gyere, sétáljunk végig a partnert. Tudod, mi a legrosszabb? Most, hogy már valószínűleg túl késő, mindent megtennék érte. Szörnyű szemrehányásokat teszek magamnak, hogy eddig nem foglalkoztam vele eleget. Mindig a munka volt az első. Néha úgy éreztem, hogy pontosan ezért lett beteg. Hogy mondhatsz ilyeneket? Elvégre csak jó életet akartál biztosítani a családodnak. Jó életet? Mi az a jó élet? A pénznek biztos nincs hozzá köze. De sajnos ez is csak túl későn lett világos előttem. Te nem vagy boldog Henryben, igaz? Vannak problémáink. Mert Henry most pontosan azt teszi, amit te megmentél. Próbáld meg visszatartani ettől. Igen, azt teszem. De teljesen megváltozott. A
amikor megismerkedtünk, még vidám volt és laza. Bár pénzünk nem volt, de mindig sokat nevettünk. És most hirtelen mindenáron a csúcsra akar kerülni. És ami még sokkal rosszabb. Igen? Mi az, ami sokkal rosszabb? Morganik adoptálni akarják. Egy felnőtt férfit. Örököst akarnak. Ezt nevezik szerencsének, nem igaz? Hol itt a baj? Nem csak Henryt akarják, hanem engem is. Náluk kellene lakni, én pedig legyek a rendes kis mely. És te nem akarod feladni magad, ugye? Pontosan tudom, hogy elidegenítenék tőlem Jennyt. Saját magam akarok maradni, és nem vágyom semmilyen szemre. Nagyon meg tudlak érteni. Harry viszont képtelen megérteni. Tarts ki emellett. Ha a csapda egyszer bezárul... Örülök, hogy ezt mondod. Már valóban kezdtem kételkedni, hogy van-e jogom hozzá. Elvenni tőle ezt a lehetőséget. Azt hiszem, most már indulnunk kéne. Vissza szeretnék érni Evie-hez, mielőtt Jennyt lefekteti. Mikor megyek következő? Sajnos ma ez volt az utolsó. Ó, Istenem! És most mit csinálunk? Haza kell jutnom. A szállodában kell töltenünk az éjszakát. Onnan telefonálhatunk is. Nem, komolyan nem jelent semmi gondot, hiszen nincs semmi programom. Igen, viszontlátásra. Bogara, ma éjjel nálam alhatsz. Igen, igen. Gyere, gyere. Igen. És most? Szépen ideülünk az asztalhoz. Még mindig nem jöttek meg? Ellison és Mr. McFarlane lekéste az utolsó kompot, ott kell aludniuk. Ó, Istenkém, jobb nem jutott az eszükbe? Hogy érted ezt? Lekésni a kompot. Bolond, aki elviszi. Miket gondolsz már megint? Biztos vagyok benne, hogy van valami közöttük. Ellison mindenhova elkíséri. Ez egyáltalán nem tartozik rá. De igen, elvégre Harry a főnököm. Remélem, hogy csak az. Na igen, ez persze nem tartozik rá. Williams doktor? McFarlane. Olivert ma reggel át kellett vinnünk az intenzív osztályra. Elég rossz a helyzet. Ó, Istenem. Nos, ha nem történik valami csoda, akkor sajnos bele kell törődnie, hogy már nem tudunk segíteni rajta. Megyek haza, amint csak lehet. Igen? Alice? Oh, pillanat. Bemehetek? Igen, persze. Te sem tudsz aludni? Beszéltem. Beszéltem Oliver orvosával. És? Azonnal vissza kell mennem Amerikába. Már csak néhány hete van. Legfeljebb. Bocsáss meg. Istenem, gyere ide! Szeretlek. Te vagy a legcsodálatosabb asszony, akivel valaha találkoztam. Thank you.
Szükségem van rád. Gyere el velem. Én is szeretlek. De sajnos rossz időpontban ismertük meg egymást. Azt hiszem, jobb, ha most megyek. Megiszunk valamit? Bocs, de teljesen kész vagyok. Megyek haza. De szeretnék veled beszélni. Susan, megmondtam, hogy a kapcsolatunknak nincs jövője. Nyús férfi vagyok, és az is maradok. Valóban? És mit szólnál ahhoz, ha a feleséged megcsalna? Alison! Alison! Jó reggelt! Már meg is jöttél? Milyen volt az otthon? És a tiéd milyen volt? Hogy érted ezt? Hogy maradhattál el Christopherrel egész éjszakára? Susan szerint már a fél falu rólunk beszél. Lekéstük a kompot. Á, lekéstétek! És ezért hagytad magára a gyereket egész éjszakára? Evie-nél van. Na ide figyelj, kedvesem, lassan tele a hócipő. Mondd, hogy beszélsz te velem mégis? Ha így folytatod, Jack és Daisy leveszi rólam a kezét, és akkor kezdhetek mindent előről. Harry, nem tudok tovább veled így élni. Tehát mégis viszonyod van Christopherrel. És ha lenne? A rohadt életbe. Nem azért dolgoztam egész életemben, hogy most feladjak egy ilyen lehetőséget. Szerettél te egyáltalán valaha is? Vagy csak része voltam a karrier terveidnek? Christopher szeret. De én nem akartam felbontani a házasságunkat. Már csak Jenny miatt sem. Milyen nagy vonalú tőled? Ha csak a legkisebb hajlandóságot mutattad volna, hogy tekintettel legyél rám, hogy megmutass, hogy én is fontos vagyok neked. Á, most pedig én vagyok a hibás, gratulálok. Remekül ki tudod forgatni a dolgokat. Még most sem érted egyáltalán, hogy miről beszélek. A szempont csak is te! Akarod azt a pasast, erről van szó. De nem kapod meg. Erre megesküszöm. McFarland. Igen. Igen? Ó, igen. Ez valóban
Rendkívüli. Igen. Rendben. Jelentkezni fogok. Köszönöm. Viszonthallásra. Ellison. Az egyetemi klinika volt. Tökéletes donora lennék Olivernek. De hiszen ez csodálatos. Csak nem képzeled, hogy segítek annak a férfinek, aki épp azon van, hogy tönkretegye a házasságunkat. Nem utasíthatod vissza, hogy megmesd valakinek az életét. Mindennek megvan az ára. Figyelj ide. Most pontosan elmondom, hogy mit fogsz tenni. Elmész Christopherhez. És a következőket mondod neki. Holnap délben indul a repülőm Chicagóba. De mondjál, miről akartál beszélni velem? Még van egy szabad hely a gépen. Christopher, gondolkodtam a dolgon. És a férjem mellett döntöttem. Nem vehetem el Jennytől az apját. Ne csináld ezt, Ellison. Egész életedben boldogtalan leszel. Egyszerűen nem bírom megtenni. De hiszen azt mondtad, hogy szeretsz. Nem, ez nem igaz. Talán csak megsajnáltad. De ez kevés a közösségéhez. Nagy kár. Benned is csalódnom kellett. Mi a baj? Harry megzsarolt valamivel? Egyedül az én döntésem volt. Ezt nem mondod komolyan, hiszen érzem. Kedves gyerekeim! Végtelenül boldogok vagyunk, hogy elfogadtátok az ajánlatunkat. Hello. Már is mozgásba lendítem az ügyvédeket, hogy amilyen gyorsan csak lehet, elintézzük a formaságokat. Tudtam én, hogy igent fogtok mondani. Beszéltem a belső építésszel. Már el is készítette a terveket. Mi itt lent rendezkedünk, mert ti pedig felköltöztök az emeletre. Nem, vagyis hát... Szóval... Valami baj van, Ellison? Nincs semmi. Talán csak hirtelen túl sok ez az egész. Köszönöm. Mindent köszönök. Tiszta szívből minden jót kívánok. Nagyon köszönöm. Sok szerencsét. Köszönöm. Jó. A mi hősünk. Hát nem csodálatos, hogy Harry megmenti valakinek az életét. Igen. Édes kis csillagom. Ott megy a papa. Jól van. A kislányom, ne aggódj, Harry. Ez a beavatkozás abszolút veszélytelen. Menj oda a mamihoz. Jól van. Édes kis pokaram. Halló? Ellison? Minden rendben ment. Az orvosok nagyon bizakodnak. Hála az égnek. Henry is tökéletesen jól van. Holnap felhív. Köszönöm. Ellison, rosszul vagy? Nem, semmi bajom.
Felébresztettél. Bocsáss meg. Holnap felhívjalak megint. Ne. Henry mindent tud, ugye? Kérlek, ne hívj föl többet. Alison. Segítek, add ide! Kész! Jó reggel! Jó reggel, Évi! Csak el akartam hozni a postáját, és megkérdezni, hogy segíthetek-e valamiben. Ez kedvesen látod, Évi, de a szakács nem szokott vigyázni Jennyre. Na jó, ha szüksége lesz rá, tudja, hol talál. Nagyon köszönöm, Évi! Szentséges egyet az örökbefogadási szerződés. Jó reggelt, uraim! Menjenek csak be, mindjárt jövök én is. Csak 10 órát mondott, vagy 11-et? 10-et? Istenem, én is még át kell öltözni. Gyere! Én inkább gondoskodom a bútorokról. Nekem úgysem kell aláírnom semmit. Kérlek, gyere te is! Tudod, hogy ez milyen sokat jelent nekem. Kedves Alison, kedves Henry, rendkívül hálás vagyok nektek. A legutóbbi orvosi vizsgálat szerint a csontvelő átültetés eredményesnek bizonyult, és Oliver szervezetében nem lépett fel ellen reakció. Valószínűleg tehát ismét teljesen egészséges lesz. Nagyon köszönöm, uraim. A közös családunkra. El sem tudom mondani, mennyire büszke és boldog vagyok, hogy igazi Morgan lett belőletek. Mi is? Van még egy kis meglepetésünk. Nem, kérem, ezt én nem szeretnék. De. Kedves Alison, kedves Henry. Elmúlt 2 év és Oliver remekül érzi magát. Minden lelete rendben. Boldog, vidám kamasz lett belőle. Ezt a válságos helyzetet figyelmeztetésnek vettük, hogy teljesen újjá alakítsuk az életünket. A reklámügynökségemet eladtam, és elmegyek Chicagóból. Még nem tudom, hogy hová, de mindenképpen új partok felé. Hiszen meg voltam elégedve a hölgyek játékával. Igen, én is.
Nos, ha belegondoltuk, hogy 2 éve voltunk itt először együtt, akkoriban még egyikünk sem hitte volna, hogy egy családhoz fogunk tartozni. Mondjátok, semmit sem hallottatok Christopher? Nem. Az azért elképesztő, hogy mennyire hálátlanok az emberek. Alison, mi történt? Semmi. Kicsit rosszul érzem magam, bemegyek. Csak nem egy újabb baba van úton. Megnézem, mi van vele. Kint leszünk a teraszon, gyertek után. Jó, jó, mindjárt megyünk. Ez csodálatos lenne, ugye? Reméljük, hogy fiú lesz. Sajnos nem tudok hozzászólni. Jack, szeretnék veled beszélni az idei japán utammal kapcsolatban. Na de miért? Talán valami gond. Nem. Csak azt gondoltam, hogy magammal viszem Susant. Susant? Miért nem inkább Alisont? Szerintem túlságosan sokat hagyod egyedül. Azon kívül most már Jennynek is kiváló nevelőnője. Na igen, de abban az esetben, ha Alison valóban állapotos, talán jobb lenne, ha nem utazna. Igen, így van, ebben tökéletesen igazad. És azon kívül szeretném Susan bevezetni a piacra. Igazán jól végzi a dolgát. Sőt, szerintem majd át is vállalhatna tőlem néhány utat. És akkor megint gyakrabban lennék. Jó, rendben. Alison, mi a baj? Nincs semmi. Már jobban vagyok. Állapotos vagy? Nem vagyok állapotos. De valami azért csak van veled. Egyre soványod vagy, sápadtam, csendesen. Oh, köszönöm. Harryvel vannak problémáid? Nem, egyáltalán. Túl keveset vagytok együtt, ez a baj. Beszélni fogok Jackkel, hogy tehermentesítse Harryt. Szerintem túl sok felelősséget rak a vállára. Minden jól van. Nézd, nagyra becsüllek, amiért így a háttérbe szorítod magadat miatta, de én ezt nem nézem tovább. Minden rendbe jön megint. Most először is hazamegyünk, és ledőlsz egy kicsit, jó? Szeretném, ha a gyerekek minél előbb elutaznának, kettesben. Különben nem lesz semmi az út. Gondolod? Igen, gondolom. Na jó, de Henrynek Japánba kell menni. Halaszta el! Alison most fontosabb. És Jenny baba is már alig ismeri meg az apját. Ugye, bogaram, te is így gondolod? Elintéztem, hogy hivatalosan eljöhess velem Japánba. Egy kis közös üzleti út biztos jót fog tenni. Hagyjál! Nem tetszik, hogy titkos szeretőként kezelsz. Teljesen akarlak, vagy sehogy. Susan, adj még egy kis időt. Egyfolytában csak hitegetsz, de nem is gondoltad komolyan. Nem, ez nem igaz. Ígértem neked, hogy... Miért nem öntesz tiszta vizet a pohárba? Az öreg Jacket könnyen magad mellé állíthatod, ő sem volt a hűség mintaképe, és Daisy pedig végig elnézte neki. Nem fognak ebből botrányt csinálni. Megfelelő alkalmat kell találnom rá. Mondok neked valamit. Ne várj túl sokáig. Bocsáss meg. Túloráztam. Akta hegyeken kellett átrágnom magam. Harry, beszélni akarok veled. Nem most. Hullafáradt vagyok. De most. Beszéltem ma Daisyvel. Szeretné, ha kettesben elutaznánk valahová. Szentséges ég. Ez meg hogy jutott az eszébe? Henry, én is szeretnék elutazni. Szeretném, ha legalább megpróbálnánk megmenteni a házasságunkat. Már csak Jenny miatt is. Most Japánba kell mennem. Ezt nem halaszthatom el. Utána majd meglátjuk. Egyébként magammal viszem Susant. Időközben már nem csak a titkárnőd, gondolom én. Miután nem mondhatni, hogy elemészt az irántam érzett szerelmet, teljesen mindegy. És kettőnk közül nem én kezdtem a hűtlenkedést. Ha ez így van, el fogom hagyni ezt a házat. Nem tartalak vissza.
De nehogy azt hitt, hogy magaddal viheted Jennyt is. El fogom mesélni Jacknek és Daisynek, hogy miket csináltál. És mindent megteszünk majd azért, hogy Jenny ne lehessen a tiéd. Istenem, mi lett belőled? Alison! Igen? Nincs kedved lejönni reggelizni? Beszélnem kell veled. Már nincs miért aggódnod. Beszéltem Jackkel és foglaltam nektek szobát egy szép kis szállodában. Legyen ez a második nászutatok. Daisy, én nem megyek Harryvel sehová. Miért? A házasságunknak vége. Miket beszélsz? Nagyon hosszú történet. Gyere, mindent elmesélek. Történt valami? Susan, megkérhetném, hogy hagyjon magunkra? Igen. Igaz az, hogy rákényszerítetted Alisont, hogy eljátsszuk veled ezt a méltatlan komédiát? Nem, semmit nem értek az egészből. Pedig teljesen nyilvánvaló, hogy viszonyod van Susannal. Hát csak... Szóval, talán csak úgy tűnik, mert olyan szoros a munkatársi kapcsolatunk. Aha. Szeretném, ha most azonnal kiürítenéd az íróasztalodat. De ez... És mostantól fogva, semmi keresni valód ebben a házban. Ez lehetetlen? Nagyon tévedsz. És én még azt hittem, hogy ez egy igazi család. Te vagy életem legnagyobb csalódása. Nem is értem egyáltalán, hogyan választottunk. Igen, ez igaz. Ki. A házasságunk válságban van, de azt meg lehet oldani. Csak időkérdése. Elmegyek hozzá és beszélek vele. Nem tudsz beszélni vele, mert elutazott Jennyvel, és már mindent elmesélt nekem. Biztosan hazudott nektek valamit. Ő volt az, azt aki... hiszed, hogy most már mindent megengedhetsz magadnak? Mert örökbe fogadtunk? Ne. Abban nem tudlak megakadályozni, hogy befeketítsd a becsületes nevünket. De elővigyázatos voltam. Bármikor kitagadhatlak az örökségből. Tőlünk ne várj egy fillért sem. És Alison mellett állunk, bármi történjen is. Susan, beszélnem kell veled. Miről? Figyelj. Kellene a segítséged. Nem tudom, hogy hová. Rettenetesen sajnálom, de attól tartok, nem tehetek érted semmit. Ezt nem mondod komolyan. Nehogy már azt képzeld, hogy összeadom magam egy vesztessel. Mindketten játszottunk, de... Sajnos te vesztettél. Igen, a padlásszoba. 50 font egy éjszakára. Igen, az nem gond. Érdekes. Már jártam ebben a szállodában, de akkor teljesen romos volt. Igen, az apám vette meg fél évvel ezelőtt, és helyrehozattuk az egészet. Meddig akar itt maradni? Egy éjszakára. Jó, de akkor most rögtön fizetnie kell, mert nem foglalta le előre. Rendben van, természetesen. Jenny! Volt valami? Igen, jött egy nő a kislányával. Aha. A padlásszobát adtam ki nekik. És megmondtad, hogy 8-kor van a vacsora? Igen, de a szobájukban maradnak. Mert holnap reggel korán mennek tovább. Ezért aztán rögtön be is kasszíroztam a pénzt.
Belőled egyszer még szállodaigazgató lesz. És bejelentkezett? A fenébe, azt sajnos elfelejtettem. Akkor jelentkezzen be holnap reggel. Jó? Ne felejtsd el. Oké. Hétfőtől csütörtökig egy kétágyas szoba fürdőszobával. Oké. Okay. Ó, ha szólt volna, segítek. Köszönöm, bírom én is. Pápa. Kellemesen érezte itt magát? Igen, köszönöm nagyon. Mondd csak, hogy hívnak? Ó, Oliver. Ah, szép neved van. Nagyon köszönöm. Köszönöm. Hát akkor viszlát. Jó utat. Viszontlátásra. Köszönöm. Jó reggelt, Oliver! Szia, apa! Ide nézz, a hölgy ezt itt felejtette. Megvan a neve és a címe. Ó, a fenébe még sem jelentkezett be, de még nem lehet messze. Jó, talán még utolérem. Ahó! Kérem! Elisa. Biztos voltam benne, hogy Oliver felgyógyul, mindent feladtam Amerikában. És visszatértem ide. Megvalósítottad az álmaidat. Igen. Egyet kivéve. És te? Te hogy vagy? Boldog vagy? Hiszen te nem is akartál Henry mellett maradni. Mindent Oliverért csináltál. És értem. Igaz? Igaz. Ja, igen. Ezt itt felejtetted. Mert már nem kell. Új életet szeretnék kezdeni. Van rá esélyem, hogy megosztod velem?